Na itt vagyunk a hajóval, és még gondoltam, csinálok egy utolsó kis videót, hogy megpróbálok ebből az országból kijutni. Hát ez az út vezet az M25-ösre, és így ilyen az út. Tehát ennek a szélessége ez olyan 2,5 méter. Jövök egy trélerrel, és akkor most félreálltam, de ez mi? És akkor ilyen lövészárkok, meg ilyen szarok vannak mind a két oldal, de látszik, hogy nincs hely. Azért nem tudták megcsinálni. Komolyan mondom, ez az oldalfa, ha nincs 2 méter magas, akkor egy se. De csak így oda van építve egy domb, hogy szórakoztassuk a hülyét, hogy nehogy el tudjon menni, mert ha majd jönnek a tankok, a németek, akkor majd nem tudnak mit csinálni. Hát a németek tudnak mit csinálni, mert nem tankokkal fognak jönni. Második világháború, ugye? Erre készültek, állítólag ezért ilyenek ezek az utak. Tehát komolyan mondom, és mindig jönnek ezzel, hogy mert régen ez meg az. Hát régen Magyarországon is szekérrel jártunk. És akkor mi van? Azóta már nem. Komolyan mondom, és akkor itt most forduljak be balra, de azt nem tudom, hogy hogy is. Mindenhol ez a 2 meg 4 méter magas partfal van, hogy a biciklist lehessen követni Libasorba, Woking és Guildford között hiba nélkül. Hát köszönjük szépen!